Sok embert megmozgató, igen sikeres rendezvényeket tudhat a háta mögött a Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013-ban. Agostyáni közmeghallgatás, búcsú, idősek napja, nemzetiségi kórus találkozó és még sok színes program szerepelt a tavalyi naptárban. Az elmúlt évben volt egy-két igen sikeres rendezvényünk. Ha most visszafelé haladok időrendben, akkor Agostyánban közmeghallgatást, és ezzel együtt egy ilyen mikulásos, karácsonyos délutánt, illetve estet szerveztünk, valamint még az öregek napja is ugyanennek a rendezvénynek volt a része. Előtte a művelődési házban szerveztünk egy megyei nemzetiségi kórus és kis együttesek találkozóját. Itt elsősorban az ifjúsági együtteseket céloztuk meg, iskolai kórusok és kis sramli együttesek jelentkezését vártuk. Én úgy gondolom, hogy ez azért nagyon fontos, mert hogyha az utánpótlásról nem gondoskodunk, akkor egy idő után meg fog szakadni minden hagyomány, és ha a gyerekeket nem szoktatjuk hozzá időben ahhoz, hogy részt vegyenek ilyen dolgokban, akkor később felnőttként már nem lesz igényük rá. Én azt gondolom, hogy a lehetőségeinkhez képest nem zártunk rossz évet. Természetesen egy kicsit nagyobb lendülettel és némileg kicsit több anyagi támogatással ezt lehetne még fokozni. A Német Nemzetiségi Önkormányzat idén sem fog unatkozni, hiszen feladat van bőven. Az első nagy rendezvény a németek kitelepítésének emléknapja, amelyet vasárnap tartanak a múzeumban. Erre az alkalomra ünnepi műsorral készülnek. Az emléknaphoz kapcsolódik egy kiállítás is, amelyet tatabányai középiskolások jóvoltából láthatnak az érdeklődők. A Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat jövő héten tartja első ülését, amelyen értékelik a tavalyi évet és megtervezik az idei programot. Elsősorban áttekintjük, hogy mit is sikerült elvégeznünk az elmúlt évben, hogy hogyan értékeljük. Megpróbáljuk eltervezni az idei évet és a lehetőségekhez képest. Most még nem tudjuk, hogy milyen anyagi támogatást élvezhetünk a kormány jóvoltából, de mindenképpen hát úgy fogunk tervezni, hogy azért legalább ugyanennyi program meg tudjon valósulni.